A Szerencs Városi Sportegyesület férfi kosárlabda csapata március 20-án a Hajdú hatházi KK-gárdáját fogadta a Kulcsáranita sportcsarnokban. Az előző szezonhoz képest néhány Debrecen és Nyíregyházi volt NB1-es játékossal megerősödve érkezett a hatházi gárda, akit a volt válogatott Valke Károly dirigál. Jól kezdett a szerencsi gárda és vezettek szinte végig az első félidőben. Jól védekeztek a fiúk, azonban a lepattanókkal gondjaik voltak. Az ellenfél friss igazolással Farkasinszki rengeteg pontot dobott a visszaszedett támadó lepattanokból. Lényegében ez volt az a momentum, ami az ellenfél felé billentette a mérlegnyelvét. Jól védekeztek végig, rutinosan támadtak, sajnos pontatlan befejezéssel, így bár vállalható mennyiségű kosarat kaptak. Gulyás László edző szerint nagyot küzdött a csapat, a fiatalok közül néhányan ismét kitettek magukért, azonban a játék néhány fontos elemét még komolyabban kell vennünk, ahhoz, hogy megnyerjünk egy ilyen szoros mérkőzést. A találkozón 51-63-as vendéggyőzelem született.